19. fejezet. Az apák öröksége. Amikor Jane rádöbbent, hogy az őserdőnek ez a különös teremtménye, aki kimentette a majom karmai közül, most a saját fogjaként hurcolja magával, kétségbe esettebb próbált szabadulni. Válaszul a férfi, aki oly könnyedén tartotta erős karjaiba, mint egy újszülött csecsemőt, épp csak egy kicsit jobban magához szorította. Így azután a lány hamarosan felhagyott a hiába való erőlködéssel. Nem moccant többé. Félig lehunt pillái alól figyelte a férfi arcát, aki a sűrű bozótba is könnyedén lépkedve vitte magával. Különlegesen szép arcot látott. Az erőteljes férfias arcnak azt a tökéletes típusát, amelyen sem a kicsapongás, sem a durva vagy alantas szenvedélyek nem hagyták rajta pusztító nyomaikat. Mert Tarzan úgy ölt, ahogy a vadászok. Szemtelenül. Amikor gyűlöletből cselekedett, akkor sem az önpusztító, alattomos gyűlölet vezette. Amikor Tarzan ölt, sokkal gyorsabban ült mosoly, mint harag az arcán. Márpedig a mosolygás a szépség alapja. Egy különleges dolgot vett észre a lány, amikor Tarzant terkoznak neki rontani látta. Azt az élénkvörös forradást a homlokán, amely a bal szeme fölött kezdődött és egészen a hajáig húzódott. De most, hogy alaposan szemügyre vette vonásait, úgy látta, hogy ez is eltűnt. Korábbi helyét csak egy vékony fehér csík jelzi. Hogy a lány megnyugodott, Tarzan is engedett kissé karjainak szorításából. Egyszer lepillantott a lányra. Mosolyogva a tekintetét kereste. Jane-nek le kellett hunnia a szemét, akkora hatással volt rá a férfi szép, megnyerő arca. Tarzan hamarosan felugrott a fák ágai közé. Jane, aki előbb azon csodálkozott, hogy nem fél, lassanként kezdett rájönni, hogy sok tekintetben egész életében nem érezte magát még ekkora biztonságban. Amikor még mindig lehúnyt szemmel a jövőjén kezdett tűnődni, és a feltóduló eleven képzetektől jeges félelem kerítette hatalmába, elég volt felemelni a szempilláit. Ránézett arra a fölébe hajoló nemes arcra, és minden aggodalma egyszeriben szerte foszlott. Nem, ez az ember soha se tudná bántani. Ez szilárd meggyőződésévé vált, mihelyt ráébredt, hogy ezek a finom vonások és őszinte bátor szemek csak is lovagias lélek tükrei lehetnek. Egyre tovább és tovább haladtak a Jane számára egybefüggő zöld tömegnek tetsző növénytengeren keresztül. Csak néha-néha súrolta a lány testét egy-egy ág. Pedig alul és fölül, elől és hátul más sem látott a szem, mint a kibogozhatatlanul egymásba kapaszkodó ágak és indák egybefüggő tömegét. Miközben kitartóan haladt tovább, Tarzan elméjét számtalan különös, újfajta gondolat kötötte le. Olyan probléma elé került, amelyhez foghatóval ez idáig még nem találkozott. Inkább érezte, mintsem logikusan kikövetkeztethette, hogy ezt most ember, nem pedig majom módjára kell megoldania. A könnyed mozgás a fák középmagaságainak ösvényén, mert hogy többnyire ezt az utat választotta, nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy a hirtelen fellobbant szerelem első, vad, szenvedélyes lángja valamelyest megcsendesedjék a lelkében. Egyszer csak észrevette, hogy azon tűnődik, milyen sorsra jutott volna a lány, ha nem mentette volna ki Terkosz karmai közül. Tudta, hogy a majom miért nem ölte meg. És akkor elkezdte a saját szándékait összehasonlítgatni Terkoszéval. Igaz, gondolta, a dzsungel rendeltetése az, hogy a hím erőszakkal szerezzen párt magának. Csak hát megengedheti-e magának Tarzan, hogy az állatok törvénye vezesse tetteiben? Vajon miként cselekszenek az emberek? Zavarba jött. Ezt bizony nem tudta. Jó lenne, ha megkérdezhetné a lánytól, gondolta, és akkor eszébe jutott, hogy az már válaszolt neki. Bár az is igaz, ezt követően hasztalan küzdött, hogy kiszabaduljon a karjaiból. És el is taszította magától. Közben célhoz értek. Tarzan karjába Jane-nel könnyedén leugrott annak a kör alakú tisztásnak a fűvére, ahol az óriás majmok tanácskozásaikat tartották, és a dum-dum ünnep vad orgiái alkalmával szertartásos táncaikat járták.
Jó néhány mérföldet megtettek már, de még mindig csak kora délután volt. Az amfiteátrum a környező fák lombjain átszűrődő napsugarak tompa fényében fürdött. A puha és hűvös pázsit hívogatóan intett feléjük. A dzsungel ezernyi zaja most egész távolinak tűnt. Elmosódott hangok halk zsongásává csendesedett. Úgy erősödött fel és halt el, mint a távoli hullámverés zaja egy tengerparton. Álomszerű békesség töltötte el Jane-t, amikor Tarzan letette. Teste belesüppett a puha fűbe. Amikor pedig felpillantott az előtte álló férfi délceg alakjára, ehhez még a tökéletes biztonság különös érzése is társult. Miközben félig lehunyt pillái alól figyelte a férfit, Tarzan átvágott a kis kör alakú tisztáson. A túloldalt emelkedő fák felé tartott. A lány figyelmét nem került eltartásának méltóság teljes kecsessége, pompás alakjának tökéletes arányossága, széles vállai fölött emelkedő szép formájú fejének nyugodt tartása. Micsoda tökéletes ember példány! Ilyen istenű külső nem takarhat alantas, vagy a legkevésbé is kegyetlen lelket, gondolta a lány. Mióta Isten a maga képére és hasonlatosságára megteremtette az első embert, nem élt még a földön ilyen férfi. Tarzan egyetlen szökkenéssel eltűnt a fák ágai között. Jane-nek fogalma sem volt, hová mehetett. Csak nem hagyta ott sorsára egyedül a dzsungel közepén. Idegesen nézett körül. Minden egyes kúszónövény és bokor egyszeribe hatalmas és rettenetes fenevadak búvó helyének tűnt. Mind lesben álltak és arra vártak, hogy a gyenge testébe mélyeztessék villogó fogaikat. Minden zajban lopakodva közeledő, hajlékony testű és ártó szándékú állatok neszét vélte hallani. Mennyire megváltozott minden, hogy magára maradt. A rémült lány óráknak tűnő perceken át pattanásig feszült idegekkel ült a helyén. Egyre azt várta, hogy a meglapuló fenevad mikor szánja el magát az ugrásra és vet véget gyötrelmes rettegésének. Szinte már imádkozott is a megváltást hozó fogakért, azért, hogy elveszítse eszméletét, és ne érezze többé ezt a kínzó félelmet. Hirtelen halknest hallott a háta mögött. Nagyot sikítva talpra ugrott, hogy szembenézzen végzetével. Tarzan állt ott. Nagy halom érett, édes gyümölcsöt tartott a karjában. Jane megszédült. Bizonyára el is esett volna, ha terhét földre dobva Tarzan a karjába nem kapja. A lány nem vesztette el az eszméletét, csak szorosan belekapaszkodott a férfiba. Borzongott és egész testébe reszketett, mint egy megrémült őzike. Tarzan, a dzsungel fia megsimogatta Jane sejmes haját. Úgy próbálta vigasztalni és nyugtatgatni, ahogyan Kala annak idején őt. Aztán gyengéden a lány homlokára szorította az ajkát. Az pedig nem mozdult. Lehunyta a szemét és sóhajtott. Nem tudott számot adni magának az érzéseiről. Nem is igen volt kedve hozzá. Megelégedett azzal, hogy biztonságban érzi magát az erős karok között. A jövőt a sorsra bízta. Az elmúlt néhány óra ugyanis meggyőzte arról, hogy jobban megbízhat ebben a különös vad erdei teremtményben, mint az általa ismert férfiak legtöbbjében. Miközben arra gondolt, hogy milyen furcsa dolog is ez, lassan ráébredt, hogy talán valami mást is megismert időközben, amiben eddig még nem volt része. A szerelmet. Eltűnődött ezen, majd elmosolyodott. Még mindig mosolyogva gyengéden eltolta magától Tarzant. Kedvesen incselkedő szemmel nézett rá, ami végképp elbűvölően szépítette az arcát. A földön lévő gyümölcsre mutatott, és leült az emberszabású majmok agyag dobjának szélére. Az éhség kezdte nagyon követelni a maga jogait. Tarzan gyorsan összeszedte a gyümölcsöt, oda vitte és a lány lábai elé helyezte. Aztán leült ő is a dobra, és késével felnyitotta, elkészítette neki a különböző gyümölcsöket. Csendben eszegettek egymás mellett. Néha titokban egy-egy pillantást vetettek a másikra. Végül Jane vidám nevetésben tört ki, és Tarzan is vele nevetett. Bárcsak tudna angolul, mondta a lány. Tarzan a fejét rázta. Túláradóan szomorú, reménytelen vágyakozás látszott mindeddig mosolygós szemében. Ezután Jane franciául próbált szólni hozzá, aztán meg németül. De az utóbbi nyelven tett szárnyaszeget kísérleten nevetnie kellett. Na mindegy, mondta aztán angolul. Körülbelül ugyanúgy érti, amit németül mondok.
mint a berliniek annak idején. Tarzan már régen eldöntötte, hogy mit tévő legyen. Volt ideje mindazt emlékezetébe idézni, amit a férfiak és nők egymás közötti szokásairól olvasott a kunyhóba lévő könyvekben. Azt fogja tenni, határozta el, amit a könyvbéli férfiak tennének az ő helyében. Ismét felállt. A fák felé indult, de előbb kézzel-lábbal mutogatva megpróbálta elmagyarázni, hogy hamarosan visszajön. Jane megértette, és nem félt ezután sem, hogy ő eltávozott. Csak a magány lett rajta úrra, míg vágyakozó szemmel figyelte azt a helyet, ahol Tarzan eltűnt. Várta, hogy visszajöjjön. Miként az előbb, most is a háta mögül hallatszó halk Ness figyelmeztette a visszatértére. Megfordult, és azt látta, hogy a férfi egy nyalábgallyal a karjaiba lépdel felé a tisztás füvén. Tarzan ismét a dzsungelbe ment. Pár perc múlva egy őre való puha fűvel és páfránnyal jelent meg. Még kétszer fordult, és végül egész halmot hordott össze a tisztáson. A páfrányból és a fűből a földön szétterítve puha, sima ágyat készített. Fölötte pedig ágakat támasztott egymáshoz, hogy középpen néhány láb magasságban érjenek össze. Ezekre vastag rétegben hatalmas vadbegónia leveleket terített, majd újabb ágak és újabb levélrétegek következtek. Végül egyik oldalról teljesen befette az általa épített kis lombkunyhót. Ezután újra mindketten leültek az agyagdob szélére. Megpróbáltak jelbeszéd útján szót érteni egymással. Jane már hosszabb ideje álmélkodva figyelte a Tarzan nyakába függő gyémántokkal kirakott pompás medáliont. Most rámutatott, Tarzan pedig levette és átnyújtotta neki a formás kis ékszert. A lány látta, hogy ügyes kézműves munkája, hogy a gyémántok szikrázó fényűek, és a foglalatba illesztésük tökéletes, de a csiszolásuk elárulta, hogy régebbi időkből származnak. Azt is észrevette, hogy a medálion kinyitható, és a rejtett kis gombocskát megnyomva valóban azt tapasztalta, hogy az ékszer felső lapja felpattam. Belül mindkét részben egy-egy elefántcsont miniatűr vált láthatóvá. Az egyik gyönyörű nőt ábrázolt, a másik pedig akár a mellette ülő férfi képmása is lehetett volna, eltekintve az arckifejezésében megmutatkozó finom, alig-alig meghatározható kis különbségektől. Tarzanra pillantott. Látta, hogy a férfi döbbenten bámulja a miniatűröket. Kezét a medálionért nyújtotta. Elvette a lánytól, majd a meglepetés és a hirtelen támadt érdeklődés félreismerhetetlen jelével az arcán szemügyre vette a két képmást. Viselkedése egyértelműen elárulta, hogy sohasem látta még őket. Fogalma sem volt arról, hogy a medálion kinyitható. Ez a körülmény Jane-t arra indította, hogy további társalgásokba bocsátkozzék. Minden képzelő erejét latba vetve megpróbálta kitalálni. Mi módon kerülhetett ez a gyönyörű ékszer ennek a vad és barbár teremtménynek a birtokába? Még ennél is izgalmasabb rejtély volt a benne lévő képmás, amely a testvérét vagy, és ez még valószínűbbnek látszott, az apját is ábrázolhatta. Tarzan még mindig mereven bámulta a két arcképet. Majd kisvártatva levette tegezét a válláról. A nyílveszőket a földre rakva benyúlt a zsákformájú tokba, amelynek fenekéről egy többszörösen puha levelekbe csavart és hosszú fűszálakkal átkötött lapos tárgyat vett elő. Óvatosan bontogatni kezdte. Egyik réteg levelet a másik után fejtette le róla, és végül egy fényképet tartott a kezében. A medálionban lévő férfi képmásra mutatva odaadta a fényképet Jane-nek. Mellé tartotta a nyitott ékszert. A fényképet megpillantva a lány zavarodottsága csak tovább fokozódott. Nyilvánvaló volt, hogy ugyanazt a férfi ábrázolja, akinek a képmása a medálionban látható a gyönyörű fiatal nőjé mellett. Tarzan zavart megrökönyödéssel nézett a lányra, amikor az felpillantott rá. Úgy tűnt, mintha kimondatlanul is valamilyen kérdés formálódott volna ajkain. A lány a fényképre mutatott, aztán a miniatűrre, végül pedig rá. Jelezte, hogy azt gondolja, a két kép más róla készült. Tarzan csak a fejét rázta, aztán megvonta széles vállát, és elvette a lánytól a fényképet. Újra gondosan becsavargatta a levelekbe, majd visszatette tegezének aljára. Néhány pillanatig csendben ült, szemét a földre szegezte. Jane pedig egyre a kezében tartotta, ide-oda forgatta a kis medaliont. Valami további jelet keresett rajta, ami kezébe adhatja a kulcsot az eredeti tulajdonos kilétét illetően.
Végül igen egyszerű magyarázat jutott az eszébe. A medálion egykor Lord Greystocké volt, a két miniatűr pedig róla és Lady Alice-ről készült. Ez a vadember pedig egyszerűen megtalálta a tengerparti kunyhóba. Ó, de bolond volt, hogy erre a megoldásra nem gondolt eddig. A Lord Greystock és eme erdei isten közti szembeszökő hasonlóságot azonban végképp nem tudta megmagyarázni. Nincs is abba semmi különös, ha meg se fordul a fejébe, hogy ez a mesztelen vadember egy igazi angol főnemes lehet. Tarzan végül felpillantott. Figyelni kezdte a medáliont vizsgálgató lányt. Hogy az ékszerben lévő két arc mit jelent, azt nem tudta megfejteni, de a mellette ülő fiatal eleven teremtés arcáról nem volt nehéz leolvasni az érdeklődést és elragadtatást. A lány észrevette, hogy a másik figyeli. Azt gondolta, hogy szeretné visszakapni az ékszert. Feléje nyújtotta. Tarzan elvette tőle, és két kezébe fogva a láncot Jane nyakába akasztotta. Elmosolyodott, amikor látta, hogy a váratlan ajándéktól milyen meglepett kifejezés ül ki az arcára. Jane hevesen megrázta a fejét, és le akarta venni a nyakából az aranyékszert. Tarzan nem engedte. Megfogta a lány kezét, és amikor az tovább erősködött, szorosan tartotta, hogy meggátolja szándékában. Jane végül felhagyott a próbálkozással, és apró nevetésekkel ajkához emelte a medáliont. Tarzan nem tudta pontosan, hogy mi a mozdulat értelme, de jól sejtette, hogy a lány ezzel jelzi, méltányolja az ajándékot. Ezért felállt, és a medáliont a kezébe véve mélyen meghajolt, mint a régi idők udvaroncai, majd maga is rászorította ajkát ugyanoda, ahova az imént Jane. Tarzan előkelően és gálánsan bókolt a lány előtt. Közben, bár a legteljesebb mértékben öntudatlanul, mégis kecsesen és méltóságteljesen viselkedett. Arisztokrata származásának jelét viselte magán a mozdulat. Az egymást váltó sok-sok generáció finom modora, meg a kecsesség öröklött ösztöne tört belőle felszínre. Kezdett egy kicsit jobban besötétedni. Újra ettek a gyümölcsből, amely egyszerre volt ételük és italuk. Majd Tarzan felállt, és Jane-t az általa emelt kis lombsátorhoz vezetve, intett neki, menjen be. Órák óta most fogta el először félelem a lányt. Tarzan észrevette, hogy elhúzódik, mintha tartana tőle. A lányjal való fénylapos együttlét teljesen megváltoztatta Tarzant. Már nem az az ember volt, aki reggel megpillantotta a felkelő napot. Az apák öröksége most egész lényében, minden gondolatába fölébe kerekedett a belé nevelt szokásoknak. A benne lakó barbár majom emberből nem vált egy csapásra csiszolt modorúri ember, de legalább ez utóbbinak az ösztönei jutottak túlsúlyra egyéniségében. Égett benne a vágy, hogy kedvére tegyen a szeretett nőnek, és kedvező színben tűnjék fel előtte. Ezért aztán Tarzan, a dzsungelfia számára elképzelhető, egyetlen lehetséges módon adta Jane tudtára, hogy nincs mitől tartania. Kivette vadászkését a tokjából, a nyelét a lány felé nyújtva ismét intett neki, hogy menjen be a lombsátorba. A lány megértette. Elvette tőle a hosszú kést, és elhelyezkedett oda bent a puha füvön. Tarzan pedig a bejárat előtt nyúlt el a földön. Így talált rájuk másnap reggel a felkerő nap. Amikor Jane felébredt, kezdetben nem is emlékezett az előző nap történt különös eseményekre. Hirtelen nem tudta mire vélni a szokatlan környezetet, a kis lombkunyhót, az ágyul szolgáló puha füvet és a lábánál lévő nyíláson át elétáruló, teljesen ismeretlen látványt. Aztán lassanként szépen sorjába minden eszébe jutott. A helyzete, a körülményei. És akkor egyszeriben a csodálat érzése töltötte el a szívét. A mérhetetlen hála és köszönet, hogy bár ilyen rettenetes veszedelmek között forgott, mégsem esett semmi baja. A sátor kijáratához ment. Tarzant kereste. A férfi eltűnt, de ezúttal a lány nem érzett félelmet. Tudta, hogy vissza fog jönni. Sátrának bejárata előtt a megdőlt fű jól mutatta azt a helyet, ahol Tarzan az éjszaka feküdt és őrködött fölötte. Jane tudta, egyedül annak a ténynek köszönhette éjszakai békés nyugodalmát, hogy ő a helyén volt. Hogyan is félhetnem, amíg a férfi a közelében van? Eltűnődött vajon éle a földön még egy olyan lény, akinek az oldalán egy lány ekkora biztonságban érezhetné magát a vad afrikai dzsungel szívében. Még az oroszlánoktól és a párducoktól sem fél most. Felpillantva azt látta, hogy a férfi ruganyos teste épp akkor huppal le könnyedén az egyik közeli fáról.
Amikor észrevette, hogy a lány rajta nyugtatja a szemét, ugyanaz az őszinte, örömtől sugárzó mosoly derítette fel arcát, amellyel már előző nap is megnyerte Jane bizalmát. Amint közeledett, a lány szíve egyre hevesebben vert. A szeme úgy csillogott, mint még soha, egyetlen férfi közelettére sem. Tarzan ismét gyümölcsöt hozott. Letette a sátor bejárata elé. Újra csak egymás mellé ültek enni. Jane azon kezdte törni a fejét, hogy mi a másiknak a terve. Visszaviszi vajon a tengerpartra, vagy itt akarja tartani? Hirtelen rádöbbent, hogy nem nyugtalanítja különösebben a dolog. Lehetséges volna, hogy akármi is lesz, nem törődik vele. Az is kezdett világossá válni a számára, hogy tökéletesen jól érzi magát, ahogy itt ül a mosolygó óriás mellett, és ízletes gyümölcsöket eszeget ebben az erdei paradicsomban, messze benn az afrikai dzsungel rejtekén. Nem értette a dolgot. Az esze szerint az lett volna természetes, ha rettenetes angodalmak marcangolják a lelkét, ha a félelem mázsáskőként nehezedik rá, ha sötét baljós előérzetek nyomasszák. Ehelyett viszont dalolt a szíve, és ő boldogan rámosolygott a mellette ülő férfira, aki visszamosolygott rá. Amikor végeztek a reggelivel, Tarzan bement a lombsátorba, és újra magához vette kését. A lány már teljesen meg is feledkezett róla. Rájött, hogy azért, mert megfeledkezett a félelméről is, amelynek hatására egyáltalán elfogadta. Intett a lánynak, hogy kövesse. Tarzan a tisztás szélén álló fák felé indult. Erős karjába kapta Jane-t, és felugrott az ágak közé. A lány tudta, hogy visszaviszi az övéihez. Nem tudta magának megmagyarázni, hogy egyszerűen miért lett úrrá rajta a magány és a szomorúság. Órákon keresztül mendegéltek az erdőbe. Tarzan a dzsungelfia nem sietett. Azon igyekezett, hogy minél tovább tartson a gyönyör teljes út. Ameddig csak lehet, érezhesse a nyaka köré fonódó drága karokat. Ezért aztán jócskán eltért a déli tengerpartra vezető legrövidebb útvonalról. Jó néhány alkalommal megálltak egy-egy rövid pihenőre, bár Tarzannak erre egyáltalán nem volt szüksége. Délben pedig egy órát töltöttek egy kis patakocska partján. Szomjukat oltották és ettek. Így aztán lemenőben volt már a nap, mikor megérkeztek a tisztásra. Tarzan egy terebélyes fa mellett lehuppant a földre. Széthajtotta a magasra nőtt dzsungelfüvet, és megmutatta a kis kunyhót a lánynak. Jane megfogta a kezét. Oda akarta vezetni az apjához, hogy elmondhassa neki. Ez a férfi mentette meg a haláltól és attól, ami még annál is rosszabb, és hogy olyan gondosan vigyázott rá, ahogy csak egy anya képes a gyermekére. Ám Tarzan ismét hatalmába kerítette a vanodén élő állatnak az ember lakóhelye közelében érzett félénksége. Hátrát a fejét rázta. A lány egészen közel ment hozzá. Könyörgő szemmel nézett rá. Valamiképp elviselhetetlennek tűnt számára a gondolat, hogy a férfi most egyedül visszamegy abba a rettenetes dzsungelbe. De ő csak a fejét rázta. Végül nagyon gyengéden magához húzta a lányt. Lehajolt, hogy megcsókolja, de előbb a szemébe nézett. Meg akarta tudni, hogy örül-e neki, vagy el akarja taszítani magától. A lány csak egy pillanatra tétovázott, aztán ráébredt, szint kell vallania. Karját a férfi nyaka köré fonta, odahúzta arcát a magáéhoz, és minden szégyenkezés nélkül megcsókolta. Szeretlek, szeretlek, suttogta. A messzi távolból elmosódott puskalövés hallatszott. Tarzan és Jane felemelte a fejét. A kunyhóból Mr. Philander és Esmeralda lépett ki. Arról a helyről, ahol álltak, Tarzan és a lány nem láthatta a kikötőbe horgonzó két hajót. Tarzan a hangok irányába mutatott, aztán a szívére, azután újra a hangok felé. A lány megértette. A másik most elmegy. Valami azt súgta Jane-nek, hogy azért, mert Tarzan úgy véli, a lány társaságához tartozók veszélyben vannak. A férfi újra megcsókolta. Gyere vissza hozzám, súgta a lány. Várni fogok rád, mindörökké. Aztán Tarzan elment. A lány megfordult, és a tisztáson át elindult a kunyhó felé. Mr. Philander pillantotta meg elsőként. Sötétedett, és Mr. Philander erősen rövidlátó volt. Gyorsan, Esmeralda, kiáltotta. Helyezzük magunkat odabent biztonságba, egy oroszlán közeleg, az Istenért! Esmeralda nem sokat vesződött azzal, hogy ellenőrizze, mit látott Mr. Philander. Neki elég volt a rémült hang is.
Mire a férfi kimondta a nevét, ő már benne is termett a kunyhóban. Magára csapta, és a keresztrúddal jól bezárta az ajtót. Mr. Finlander ezért kiáltotta rémülten, hogy az Istenért, mert Esmeralda a rettentő sietségben őt is ugyanúgy kizárta, mint az egyre közeledő oroszlánt. Teljes erejéből püfölni kezdte a súlyos ajtót. Esmeralda! Esmeralda! Kiáltotta elcsukló hangon. Engedjen be, felfal az oroszlán! Esmeralda azt hitte, hogy az ajtót az oroszlán döngeti, amely megpróbál betörni hozzá. Ezért aztán rendes szokásra szerint elaljött. Mr. Finlander rémült pillantást vetett a háta mögé. Borzalmak, borzalma! Az állat most már egészen közel volt hozzá. Megpróbált felkapaszkodni a kunyhó oldalán. Sikerült is gyorsan belekapaszkodni a zsúptető szélébe. Pár másodpercig csimpaszkodott ott. Lábaival rukkapált, mint a macska a ruhaszárító kötélen, de a zsúptető meglazult darabja hamarosan levált. Mr. Finlander pedig egy marék száraz fűvel versenyrepülve a fenekére pottyant. Abban a pillanatban egy fontos természettudományos tétel öltött az eszébe. Ha az ember halottnak tetteti magát, Mr. Finlander némiképp hézagos emlékezete szerint, az oroszlánok nem törődnek vele. Ezért aztán Mr. Finlander, ahogy lepottyant, mindjárt úgy is maradt, a halottakat utánzó kísérteties testtartásba megdermedve. Mint hogy azonban földre eséskor kezelába kétségbe esetten az égnek merett, halotti póza nem volt túl meggyőző. Jane eddig szeliden csodálkozó szemmel figyelte az öreg úr idétlenkedését. Most nem bírta tovább nevetés nélkül. Hal gudborékoló kacagás tört elő a torkából. Azonban ez is elég volt. Mr. Finlander az oldalára fordult és körülkémlett. Végre felfedezte a lányt. Jane! Kiáltotta. Jane Porter, az Istenért! Nagy nehezen feltápászkodott, és a lány felé rohant. Még mindig nem tudta elhinni, hogy ő az, méghozzá elevenen. Az Istenért honnan kerül elő? Hol a csodába volt? Hogyan írgalom, Mr. Finlander? Vágott szabába a lány. Ennyi kérdést egyszerre képtelen vagyok észben tartani. Persze, persze, mondta Mr. Finlander. Az Istené csak a meglepetéstől, meg a nagy örömtől, hogy újra épségben és egészségben látom. Már szinte azt se tudom, hogy mit beszélek. Jöjjön, mesélj el szép sorjába, hogy mi történt magával.